Novemberben ünnepelte várossá válásának 30. évfordulóját Ibrány. A település kettős jubileumot tartott tavaly, hiszen 10 évvel ezelőtt a térség járási központja is lett. A város nagyszabású rendezvénysorozattal emlékezett az évfordulókra. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy tartalmas, értékes színvonalas programokat tudtunk egész évben biztosítani a lakosság számára. Novemberben volt a záróakordja ennek, amikor is néhai polgármesterünk Berencsi Béla halálának 5. évfordulójára is megemlékeztünk. A képviselőtestületünk döntése értelmében a polgármesteri hivatal és a rendőrös közötti teret róla neveztük el, és egyébként pedig az esbóhalmi kincsek kiállítása volt megtekinthető még a művelődési központban, amire szintén nagyon büszkék vagyunk, hiszen az bizonyítja, hogy Ibrány területe már a honfoglalás óta lakott volt, és a legrégebben, vagyis a leggazdagabb leletet tárták itt fel, 269 honfoglaláskori sírt tártak itt fel, és ezeknek a emlékeit hozták el a József András Múzeumból, és nagyon-nagyon büszkék vagyunk erre, hiszen még Magyarország alaptörvényébe is bekerült az a hajfonat korong, ami most egyébként Ibrányban megtekinthető március végéig, úgyhogy biztatok mindenkit, nem csak ibrányi lakosokat, hanem a járás lakosait is, vagy a megye lakosait is, hogy tekintsék meg ezt a nagyon gazdag és nagyon értékes kiállítást. Az önkormányzat a nehéz gazdasági körülmények ellenére sikeresen zárta a 2023-as évet. A vármegyei turisztikai beruházások keretében egy rendezvényház épült a Tiszaparti tábor területén. A part és a strand fejlesztésére további 250 millió forint értékű forrást nyert a város, ezeken felül pedig az infrastruktúra korszerűsítésére, kialakítására is kapnak támogatást. A Tiszapart megközelíthetőségét is folyamatosan javítjuk, hiszen top pluszos forrásból 200 millió forintot nyertünk top pluszos forrásból belterületi utak fejlesztésére. Itt lesz olyan út, ami majd a Tiszapartunk tábora előtt található utat érinti, illetve lesznek majd a városközpontban is utak, de itt szeretném megemlíteni a mezőgazdasági útfejlesztésünket, ami összeér ezzel az aszfaltos úttal. Ennek köszönhetően a töltésünk kikerülésével is el fogjuk tudni érni a Tiszapartunkat és a strandunkat is. Ibránya 2021 és 2027 közötti időszakra tervezett településfejlesztési programjára összesen mintegy 4 milliárd forintnyi támogatást nyert. A beruházás sorozat a közeljövőben folytatódik. Csicsergő óvodánk baptista fenntartásban működik, erre 500 millió forint forrást tudtunk nyerni. Ez fog szerintem a leghamarabb elindulni. Szeretnénk a Tiszapartot is indítani tavasszal, az utak, de fog még épülni inkubátorház az ipari területünkön. Ott is volt már kint a Kölcsei TV stábja, úgyhogy remélem, hogy erről is hamar be fogunk tudni számolni itt. És hát a szegregátumunkról se feledkezzünk meg, hiszen a szegregátumainkra is komoly forrást nyertünk komplex programok megvalósítására is, 200 millió forintot, és körülbelül ugyanennyit az ottani lakások fejlesztésére, parkok, játszóterek kialakítására. Egyébként nagyon büszkék vagyunk arra, hogy több mint 70 bérlakása van a városnak, ami azt gondolom, hogy egy nagyon jó szám ehhez a közel 7000 lakoshoz. És azt gondoljuk, hogy ha a lakhatás és a munka biztosított, akkor a Ibrány népesség megtartó ereje is hosszú évekig még az lesz, és erősíteni tudjuk ezt ezekkel. Az önkormányzat tervei között szerepel, hogy felhívja a figyelmet a város határában fekvő esbóhalom történelmi értékeire. Ennek érdekében a terület megközelíthetőségét javítanák, valamint egy pihenőhely kialakítását is elkezdik majd a közeljövőben.